Sziasztok! Ebben a videóban egy kis segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akik nem tudják, hogy melyik hálózaton, melyik projektbe tudnak beutalni, vagy mit érdemes pontosan, mikor használni. Azzal szeretném kezdeni, hogy nem lesz minden hálózatról szó ebben a videóban, csak azokról, amelyeket igazából projektekhez tudom kötni, és megpróbálom full leegyszerűsíteni nektek ezt az egészet. Szóval nagyon száraz ilyen technológiai magyarázásokat nem fogjuk most érinteni, ezt mindenki meg tudja magára keresni a nettel, meg stb. 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 Ez nagyon hosszú és bonyolult dolog lenne, szóval ezt, ezt így nem szeretném, meg szerintem nem is szükséges igazából az ilyen projektekhez, hogy minden, mindennel tökéletesen tisztában legyünk, de azért egyébként minden, mindenképpen érdemes utána néznetek, hogyha van egy kis időtök. A lényeg, hogy ennek az egész videónak a célja az, hogy megelőzzük a napi szinten előforduló ö, ilyen jaj, rossz állazatot, utaltak be a pénzemet, és hogy tudom most ezt visszakapni jellegű kérdéseket, ugyanis ezekre a válasz mindig az, hogy sehogy, Szóval, amiért ilyen dolgok sokszor előfordulnak, és, és, igazából nem, nem is tudok ezeken segíteni, tehát hogy hiába szeretnék, nem, nem, tudok. Megpróbálok ezzel most igazából a dolgoknak az elébe menni, és ha már csak páran elkerülitek ezt, hogy, hogy akkor nem utalatok rossz hálózatot, rossz helyre, szerintem már akkor meg fogja ez érni ez a videó. Egyébként azt még így hozzáteszem, hogy nagyjából heti egy-két-három ember mindig, mindig megtalál ilyennel, hogy, rossz helyre utalt, és ugye nagyon sokkal nem azt csinálják, hogy mondjuk tesztelnek egyet, és akkor utalnak mint a 10-20 dollárt, és akkor megnézik, hogy működik, akkor király, akkor utalnak mondjuk ezeret, vagy nem tudom, a több nagyobb összeget, hanem sokan azt csinálják, azt csinálják, hogy ezer dollárt mondjuk elutalnak, és például pont ezen a héten volt egy ember, aki ezer dollárt is simán rossz helyre küldött, mert, mert nem is tudom már mi volt, azt hiszem, hogy BTC állózat helyett a, a rc 20 választotta, ugye, mert hogy az úgy neki nem tudom szimpatikusan volt, vagy amit nem is igazán értettem, lényeg, hogy szokott ilyen lenni. Szóval nézzük is meg ezeket a projekteket, tehát egy projektekhez kötve most meg fogom mutatni, hogy mit hol érdemes használni, vagy hogy én mit hol használok, és akkor ez már egy kiindulási pontnak nektek is jó lesz. Csináltam egy ilyen kis képet így a magyarázás kedvéért, ugye itt most a befizetésre fogunk elsősorban beszélni, és akkor igazából kezdjük is el, az RC20-as hálózat, ugye ez a USDT és rth lehet itt utalni, ennek a hálózatnak egyébként magas szokott lenni a fie, szóval ezt nem ajánlott ezt, ezt használni, csak hogyha nincsen más lehetőség, tehát ugye eddig is például USDT-t a AI marketing vagy AI marketingbe RC20-on küldtünk, vagy küldtetek, meg, meg, ilyesmi, de, de ugye most már van TRC20, tehát most már látjátok, ide is írtam, hogy a EA marketingen most már én ezt javaslom használni, én ezt fogom használni, hogyha beutalok, TRC20-as hálózaton fogom beküldeni, ugye. Az, az nagyon fontos, ugye, hogy tehát, hogy most ne csak az ilyen, tehát mondjuk, hogyha be akartok küldeni AI marketingre, akkor ne csak az AI marketing oldalán kattintjátok azt be, amikor ugye a címeteket kimásoljátok, a valet címeteket, hogy TRC20, hanem utána a Binance-en is azt, azt, adjátok meg. Mert hogyha mondjuk az egyik helyen TRC20-at adtok meg, a másikon viszont TRC20-at, akkor az ugyanúgy kuka. Tehát uh, erre nagyon figyeljetek, hogy a TRC utat adtok meg, az egy ilyen, akkor a másik helyen is. Tehát ugye mindig ugyanannak kell lenni, mert az jelenti azt, hogy a hálózatot uh, kiválasztjátok. A TRC20-as hálózat, ugye itt, itt ugye USDT-t küldtök, például ilyen yeah marketing igen, ugye ezt lehet az USDT küldeni, viszont mondjuk Zion esetében itt, itt tudtok ugye TRX-et is küldeni ugye a Tron hálózaton, ugye ez a Tron hálózata. Egyébként ugye mondom, ez a TRC20 ez nagyon ajánlott, mert itt csak ugye egy dollár a fi összektől függetlenül, tehát hogy tök mindegy, hogy 1000 dollárt, vagy 10.000 dollárt, vagy 100 dollárt küldötök be, egy dollár lesz a fi. Szóval szerintem, ahol lehetőség van, ezt, 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 nagyon érdemes használni, én is ezt használom így mindenhol. Itt látjátok is, hogy a befizetésnél igazából ugye az EA marketingre most már itt utalok be én is, ugye a Hyperre, ugye eddig is TRC20 működött, azt, 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 azt is, azt is ezt használom, mert ugye ott azt hiszem, még igen, ott, ott erc RC20 is lehet, de ott is a TRC 20-at használjátok mindenképpen, és én a Zionba is USD-t szoktam beutalni uh, TRC 20 -on. De ugye ott most nem sorolom fel az összeset, hát ugye a Zionba lehet küldeni XRP-t, Litecoin-t, ugye LTC-t, azt ugye LTC állózaton, tehát ott, lehet sok mindent, TRX-et, stb. stb. A, tehát a Zionnál ugye egy kicsit ilyen ott, ott lehet, lehet, variálni, de hogyha USDT-t küldtök, akkor azt TRC 20-on tegyétek. Ugye a BTC hálózaton ugye bitcoin tudsz küldeni, hogyha nem ír más, mert ugye van olyan, amikor más hálózatot ír, hogy, hogy uh, tudsz küldeni, de általában elmondható, hogy a bitcoin hálózaton, a BTC hálózaton is küldöd ugye a bitcoint. Én általában egyébként az EA marketing projekteknél az IMB oldalról való uh, kikérést, ugye, hogy onnan kérem ki a bónuszt, vagy a hozamot, az BTC-ben szoktam kikérni a saját valettemre. Uh, Egyébként a Zafir projektbe is a befizetés is, és a kifizetés is BTC-be, tehát bitcoinba megy. Hmm. Tehát én mindenképpen azt ajánlom nektek. Ott ugye a Zafirnál lehet amúgy Litecoinba is LTC-be, az egy picit olcsóbb, sokan azt használjátok, én, én simán a BTC-t szoktam, de mind a kettő jó. Igazából, igazából ennyi. A ilnos ba meg ugye nem lehet máshogy befizetni, csak, csak bitcoinba, hogy ott 500 euró a induló Őke, vagy hát az induló minimális összeg, ott is ugye bitcoinba kell befizetni és kikérni is abba lehet. Ezt így most nagyjából eldaráltam nektek, hogy én mibe szoktam befizetni, vagy hogy mik a lehetőségek, nyilván mondom ettől el lehet térni, amit itt láttok, én ezekbe szoktam, TRC20, AI Marketing, HyperFound és a Zion, ott, ott így szoktam beutalni ugye, és a bitcoinba, btc be a Zafirba, meg a Yieldnose-ba szoktam. Tehát ez a, ez a lényeg, hogy ö, én ezt szoktam, hogyha ezt követitek, akkor nagy baj nem lehet. Persze mondom, hogyha gondoljátok, akkor el lehet térni ilyen ltc meg stb. hálózatokon is. És akkor csináltam egy ilyet is nektek, itt ugye annyi változat itt most a kifizetés, ugye a kikérés, mert itt van egy kis varja, itt ugyanúgy a TRC20-on lehet az EA marketing oldalról kikérni ugye a hozamot, vagy a jövedelmet. Viszont ugye a IMB oldalról ugye, amit az előbb is elmondtam, ezt most meg ide be is raktam, hogy ez a kifizetésnél lényeges, így ugye ezt bitcoinba szoktam én kikérni, de hát ez például lehet ethereum is meg tudom én, szerintem bitcoin a legjobb, mert ott ugye 3 dollár csak annyit von le, tehát én ezt mindenképp javaslom IMB-ről, Zion az ugyanúgy a trc ugye amit elmondtam, Zafir Illnóz azt is elmondtam, itt annyi a varia, hogy a OKEX miatt, ugye, tehát a hyper ugye a kikérés az kicsit így meg van bonyolítva, ugye, mármint olyan szempontból, hogy ott ugye a MOF coin-t uh, tudjátok OKEX-en uh, eladni. Tehát ugye a hyper ugye beváltjátok a kis hozamotokat, azt MOF coin-ba kifizetik nektek, és a MOF coin-t átteszitek OKEX tőzsdére, és OKEX tőzsdén ugye el tudjátok adni a MOF coin aztán onnan, aztán ki is vehetitek magatoknak, vagy átkülditek Binance-re, vagy akárhova küldhetitek, mondjuk bitcoinba átvágyátok, vagy, vagy akármibe. És akkor igazából az ilyen egyszerű, Egyébként ezzel kapcsolatban most elég sokan írhatjátok chaten, hogy nem érdemes ezt a MOF coin eladni, tehát hogy ugye átváltjátok MOF coin és hogy akkor az, az, milyen jól így megy fölfel az árfolyam, meg szerintetek az még nagyon föl fog menni. Ezen érdemes elgondolkodni, de aztán persze az is lehet, hogyha most ezt a MOF coin átváltjátok bitcoinba, ugyanúgy fog az is fölmenni. Tehát ez mindenki magának dönts el, csak egy ilyen kis plusz infóként ezt gondoltam, elmondom. Tehát a, igazából ennyi a lényeg. Ja, tehát a kifizetéseket én így szoktam csinálni ezekbe a projektekbe, amiben benne vagyok. Na szóval a lényeg az még egyszer, hogy ezekre nagyon figyeljetek, hogy minden esetben jó hálózaton küldjétek a befizetéseket és kifizetéseket, mert ha például EA oldalon belítjátok, hogy TRC20-ra külditek, de a Binance-ról vagy más kriptotárcából, elkülditek, ugye ugyanúgy az USDT-t, viszont RC20, akkor sosem fog megérkezni. Tehát, hogyha ki, különböző hálózatokat választatok ki, ez tényleg nem fog megérkezni. Azért mondom el már hatodszor ebbe a kis öt perces videóban, mert tényleg ez heti szinten előfordul több, több, esetben, hogy ilyen, ilyen problémák vannak. Ezt uh, igazából inkább így a kezdőknek ismétlem el egy csomószor. Erre kérlek, nagyon vigyázzatok, mert uh, senkinek nem jó, hogyha ilyen muta hiba miatt bukjátok ugye a pénzt, még mielőtt elkezdhetett volna termelni nektek. Ha van valami kérdés, akkor inkább tényleg a közös csatornákon kérdezzetek, vagy írjatok nekem privátba, és kérdezzétek meg, válaszolni fogok én is, és a többiek is szerintem. Ez a videó ennyi lett volna, ez tényleg így többen kérték, hogy legyen egy ilyen, szó ezért csináltam itt gyorsan. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt, tényleg ezt a kis rövid összefoglalót. Ha tetszett, akkor toljatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!